Sziasztok, én Bence vagyok, és ma 2023. június 11-e van, ami azért egy nagy dátum az én életemben, mivel 13 évvel ezelőtt ezen a napon hoztam létre a legelső YouTube csatornámat, és ezen a napon 13 évvel ezelőtt kezdődött el az én videó content kreátoros karrierem, ami 13 évvel később is fut, és hát... Hogyha megkérdeztük volna akkor 7 éves Bencét, hogy szerintem eddig fog ezt tartani, nem tudom, mit mondott volna. Talán szerintem annyit, hogy hát tudja a fene, mert 7 éves voltam. Egy 7 évesnek nem igazán vannak jövőbeli látás szempontjai. De 13 évvel később itt vagyok 20 éves fejjel, és még mindig gyártom a contentet, és nem látom azt, hogy egyhamar megállnék ezzel. Úgy gondoltam, hogy ezre az alkalomra, mivel nagyon sok ember van, aki az elmúlt 2-3 évben csatlakozott az én munkásságomra és néz engem, nem hiszem, hogy tudná, hogy honnan indult ez az egész. Eredetileg úgy terveztem, hogy egy IQOS keretében elmesélek mindent, de aztán rájöttem, hogy ez a videó demonetizálva lenne, ha én elkezdenék dohányozni. Szóval ezt most kihagyjuk. Szóval nézzük meg, hogy honnan indult ez az egész. Ugye én 2010. június 11-én hoztam létre az első csatornámat, aminek az volt a neve, hogy Bence 291. Mivel ugye a Bence az foglalt volt, ezért a YouTube hozzám dobta, hogy itt van pár alternatív felhasználó név, nézd meg, hogy melyik lenne neked jó, és én a 291-et raktam az én nevem után, és ezzel létrejött a Bence 291, ami ha jól emlékszem, akkor úgy volt, hogy nagy... Tehát minden full caps volt, tehát Bence full nagybetűvel 291, és oda töltöttem fel eleinte a videóimat, ami hát mondjuk azt, hogy 10-szer rosszabb minőségű volt, mint a 10-szer, 100-szor, 1000-szer rosszabb minőség, és rosszabb tartalom volt, mint amit most gyártok. Tehát tényleg az eleinte ilyen random, megfogtam a... valakinek a gombos telefonját, és az ilyen nem is 144p, 64p-s felbontás, egy frame per minute videókat, ahol 10 percen keresztül jártottam a pofámat, meg minden hülyeséget csináltam, azokat töltöttem fel eleinte YouTube-ra. Nekem volt egy ilyen sorozatom, idézőjelben, ez tényleg nagyon sok idézőjel közé kell rakni a sorozatot, amit úgy hívtam, hogy bolondozás. A név talán már eladja, hogy miről szólt ez az egész. Arról szólt, hogy megfogtam valamilyen kamerát, és ott pofáztam 5-től 10 percig a semmiről. És én ezt feltettem YouTube-ra, és hát ugye a fogadtatás az nem volt valami túl pozitív. Most jöttem rá, hogy elfelejtettem felvenni a karkötőmet, szóval... Ez most tényleg egy ilyen nagyon naturális videó lesz. Nem próbálok meg túl professzionálisan... professzionálisnak lenni, mert tényleg ez egy csak egy ilyen laza videó. Szóval ez volt az első interakcióm a YouTube-bal, hogy 2010-ben létrehoztam az első csatornámat, a Bence 291-et, és oda töltöttem fel ilyen random, tényleg ilyen nagyon értelmetlen videókat, ami ugye fogadtatás szempontjából nem volt a legkellemesebb. És aztán 2013-ban én az összes videót, ami ott volt, azt letöröltem. Kivéve egyet, az akkor legnézettebb videómat, ami egy pokoli szomszédok videó volt. És úgy voltam vele, hogy akkor most már próbáljuk meg egy kicsit értelmesebb kontentet gyártani. Nem sikerült, de annyira kár, hogy én azokat a videókat letöröltem, és nem privátba raktam. De hát... Ez már sajnos a YouTube bugyraiban vannak azok a videók. És 2013-ban úgy voltam vele, hogy akkor kezdjük ezt az egészet előről. És csináljunk valami értelmesebbet. A csináljunk valami értelmesebbet rész az nem igazán sikerült, mert szinte ugyanazokat a kontenteket raktam fel, bele sprinkelve egy kis gameplay videók, ami hát nem igazán voltak a leg high-endebb videók. Aztán 2014 októberében úgy voltam, hogy csinálok egy másik csatornát. Én valamiért nagyon imádtam csatornákról ugrani. Ezt Sadboy barátunk tudja nagyon jól tanúsítani. Szóval én 2014. októberében létrehoztam az Epixman csatornát, ami eredetileg Epicman akart lenni, csak elírtam a jelszót, és akkor úgy voltam vele, hogy ez nem is hangzik olyan rosszul, Epixman. Ez volt az én fedő nevem akkoriban, és oda
oda már tényleg ilyen gameplay videókat töltöttem fel. Ott a legelső videóm egy Five Nights at Freddy's videó volt. Most nézzétek el, nekem az volt a trendi. És onnan már kicsit homályos a sztori, hogy ott mik voltak. Azt tudom, hogy próbáltam ugye gameplay videókat csinálni, és azon a csatornán maradtam egészen két... Na várjál, mert ez most egy kicsit homályos. 2015 vagy 2016-ban csináltam egy másik csatornát, ami volt ugyanúgy az Epic Man, viszont a P helyett ugye a P szimbólum volt, ami aztán egy ideig volt random FIFA player, vagy a másik csatorna, ez már nekem homályos, esküszöm, az már annyira kiesett nekem az időszak. Az kicsit már homályos. Tehát volt a Random FIFA Player, volt az Epic Man P-vel. Lényeg az, hogy ez 2017-ben ennek az egésznek Epic Man dolognak vége lett. Elvetettem az Epic Man fedőnevet, és csináltam egy új csatornát. Azt a csatornát, ahol most vagyunk. Ez 2017 nyarán volt. És onnantól elkezdtem ide gyártani a kontenteket, és ugye 2020 nyarán felrobbant a csatorna a Molfehérváros sorozattal, a Molfehérváros, meg a Fradis tutoriál, hogy kell őket berakni a FIFA 20-ba. Azzal a videóval, meg azzal a sorozattal egy kicsit lökött egyet a csatornán, és hát ugye azóta azon a Momentumon szörfözök, és azóta itt vagyunk. És aztán ugye 2021 októberében én monetizálhattam a csatornámat, mivel elértem az 1000 feliratkozót, csak hát voltak AdSense-es problémáim, mivel akárhányszor megpróbáltam jelentkezni a YouTube Partner programra, mindig visszadobtak, hogy neked már van egy AdSense fiókod, viszont rohadtul nem tudtam, hogy melyik AdSense fiókra asszociálnak, mert amikor megadták a cenzúrált verzióját az e-mailnek, akkor is valami nagyon összehúgyozott betűkombinációt dobtak elém, hát mondom, ez nem sokat segít. Aztán volt egy random gondolatom, hogy mi lenne, hogyha letörölném az előző két csatornámat, a megszűnt Epic Man-t, meg még az akkoriban aktív Epic Man-t. Azt már amúgy is terveztem egy ideje csinálni, mivel nem igazán volt már arra a két csatornára szükségem, meg úgy voltam vele, hogy azt a múltat azt inkább elvetem, és csak ilyen legendaként fogjuk azt már tartani. És hogy letöröltem azt a két csatornát, ami kurvára nem segített semmit. Mert aztán kiderült, hogy csinálnom kellett egy külön Google fiókot, és azzal összekötni az AdSense dolgokat. Szóval az a két csatorna törlés az lehetett volna non-existent is, nem is kellett volna megtörténni annak a csatorna törlésnek, és még mindig ugyanúgy meg lenne az a két csatorna, de szerintem jobb döntés volt, hogy azt a kettőt elküldtem a purgatóriumba, mert nem igazán vagyok azokra a videókra sem igazán büszke. Aztán ugye 2017-től itt vagyunk, és... Ja. 13 év. Ez ilyen 13 év körülbelül 10 percben összefoglalva videó volt, de gondoltam azoknak, akik nem tudják a teljes történelmét, az egész Bence Lore-nak, az most megkapta a választ. És még ugye beszélhetnék ugye az extra csatornál, ami most már át lett nevezve Bencére, ugye mivel az én nevem Bence, ezért van az extra csatorna, ami inkább az én személyiségemet írja körül, ott egy kicsit naturálisabban viselkedek, és ugye van a Bence, ahol most vagyunk, a CZ-vel, ami inkább egy karakter. Mondjuk nem szeretek karakterként kiállni YouTube-ra, mindig azon vagyok, hogy a saját személyiségemet adjam keresztül egy monitoron, de így tudom a legkönnyebben összehasonlítani a kettőt. Tehát van a Bence, ahol én vagyok, szinte filterek nélkül, és van a Bence, ahol egy kicsit professzionálisabban viselkedik az ember. Ez a videó egy kicsit ellent mond, de én így tudom összehasonlítani a kettőt. Szóval ez volt az én kis külön kiadásom erre a mérföldkőre. 13 éve csinálom ezt, és az őszintén megmondom, szerintem még mindig van bennem, vagy 10 év. Ezzel a lendülettel, amivel most én így vagyok, még szerintem simán van ebben a YouTube-os projektben 10 év. Szóval, ennyi volt ez a videó. Köszönöm mindenkinek, hogy megnézte ezt a videót, és köszönöm azoknak, akiknek ezzel a 13 év alatt
lehetőségem volt együtt dolgozni, idézőjelben, vagy együtt videókat csinálni, és együtt kollaborálni ötleteken, hiába már azokkal a személyekkel, nagy részében már nem is vagyok nagyon kapcsolatban, de azért is. Egy jobb emberré, meg egy jobb content kreatorrá faragtatok engem. Köszönöm mindenkinek az elmúlt 13 évet, és hát itt van még egy 13 évre. Én Bence voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok! I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping off.